fogok játszani. Kívánok, kedves kollégák! 8 óra 32 perc, ha elkezdenénk a megbeszélésünket. Van-e valakinek endoszkópia igénye a bennfekvő betegek számára? Jó, nekem van, új beteg vérzőként érkezett. Jó, megnézzük, hogy hova fér be. Igen, más valakinek? Jó, akkor más endoszkópos igény nincsen, ugye? Ezek szerint. Oké. Az orvostudomány és a hit ellentmond egymásnak? Vagy kéz a kézben jár? Eljöttem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházba, dr. Varga Lilihez, aki eddigi életét a gyógyításra tette fel. Jó reggelt! Mező Misi vagyok. Varga Lili. Örülök. Menjünk, Misi, viziteljünk. Vizit? Igen, az lesz az első nap. Én a magamféle ember tud ebben segíteni? Igen, mindenki tud. Tegező viszony vagy magázódó? Attól függ. Figyelj, Misi, van egy ilyen ruha, amit neked készítettünk. Egy szép fehér póló? És igen, akkor egy jól fog állni. Professzori köpeny, hát, az nincs. Nem azon múlik. A kutya felhet. Na mindegy, megbirkózzuk ezzel is. Legalább ez megy a szememhez. Mennék akkor nagy vizitálni, úgyhogy a megyünk. Maszkot ezt. Igenis. Vegyük fel, Misi, gyere. Jó napot, jó napot kívánok, Mese! Csókolom! Mese fiatal nőbetegünk hétvégén került felvételre hozzánk. Azt kell tudni róla, hogy 5. hó 23-án volt egy szülése. Ezt követően hasi fájdalma progrediált, rosszabbodott az állapota is, akkor először hasi ultrahangja történt. Hétfőn... Van a naporokban javulás? Igen, jelentős javulás van. Bennem felmerül, hogy amúgy az emlő okozza első körben a lázas állapot. Igen, ezt folyamatosan... akartam kérdezni, hogy most mitől szerintem lázas akkor? Most is lázas emese, ugye? Vagy most jobb lett már? Jobb, ha hidegrázása most nincsen. Hasi panasza nincsen már semmi? Misi, elmész majd felszívni neki egy ampullalás csillapítót, azért legyen biztos, ami biztos meg. És lehetek? Igen. Látható jele a masztitisznek van esetleg? Egyébként? Hát én most nem láttam. Most... Azért itt ez a két dolog, ez nagyon élesen el kéne választani. Hát én most már az alapvetően azon vagyok, ahogy... hogy legyen szülészeti kor. Bocsánat, nem tudom, hogy honnan kell hozni. Nővérpult a folyosó nővérpult elején. Jó. Na szóval, tehát a két dolgot azért el kellene egymástól nagyon választanunk, hogy... Csókolom. Jöttem volna lássilapítóért. Lili doktornak küldött. De alapvetően szülészeti szempontból nyilván nem fogom tudni megmondani. Elég, hogyha így felszívítom ki, vagy tegyem infúzióba, nem mondtam? Elég. Jó, köszönöm. Szívesen. Alapvetően azt mondják, hogy fejjel a tejét, tehát az most már sikerül. Rocefint kap mellette. Ez volt, tehát... lett volna a kérdésem. Jó, oké, köszönöm. A betegség az Ószövetségben sokszor, mint Isten jogos büntetésé jelenik meg. A keresztények körében általános volt az a vélekedés, hogy a betegség az ősbűn elkerülhetetlen következménye, ezért nem harcolni kell ellene, hanem türelemmel elfogadni azt. Kíváncsi vagyok, Jézus miként gondolkodhatott erről. Tóth Szegi István görög katolikus lelkészhez jöttem, hogy megtudjam.
István, Isten büntetése a betegség? Isten nem büntet a betegséggel, megpróbálja az embert a betegség. Az Ószövetségben, amikor a betegségről gondolkodtak, akkor egy istenkép volt előttük, és ez az istenkép arról szólt, hogy létezhet az, hogy az Isten megbünteti az embert. Ennek a szellemében élték az életüket. Ez az istenképem nem volt teljes istenkép. Kellett hozzá az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak az alakja, hogy világossá váljon számunkra, hogy az Isten az nem büntet, hanem szeret bennünket. Vannak megpróbáltatásaink, vannak betegségeink, és Jézus a betegségek gyógyításával megmutatta, hogy ő Úr a betegség fölött is. Amikor János Evangéliumában azt olvasom, hogy oda visznek hozzá egy fiatal embert, és megkérdezik a tanítványok, hogy mondd meg, Mester, ki vétkezett? Ő vétkezett, vagy a szülei, hogy ez vakon született? És Jézus megmondja, hogy sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem hogy az Isten dicsősége nyilvánuljon meg ennek a férfinak az életén keresztül. És aztán meggyógyítja a beteget. Maga Jézus, mint gyógyító, valami egészen másfajta lelkülettel áll hozzá a betegséghez. Mi a terve Istennek a betegséggel? Van terve? Mindennel van terve Istennek. Az a terve vele, hogy bennünket közel vigyen az ő szeretetéhez. Azáltal, hogy ő beteget gyógyít, hogy a vaknak visszaadja a szemevilágát. Elmondja, azért jöttem, hogy a szegényt, a beteget segítsem. Említetted a vakember példázatát. Egy nagyon súlyos betegségnél hol van Isten szeretet? Minden emberen szoktak kérdezni, hogy miért történik ez velünk, a mi életünkben. És akkor azt szoktam mondani, hogy a miért kérdése nem tudom megmondani a választ. Amikor látsz egy beteg embert, és tudod azt, hogy az állapota nem fog változni, ne adj Isten egy beteg ágyon fekvő, haldokló gyermeket is, akkor nem tudsz tenni fizikálisan semmit. Tehetetlen vagy, eszköztelen vagy. Egyet tudsz tenni, hogy ránézel az Úristenre, és azt mondod, hogy Uram, mit üzensz nekem ezzel a helyzettel, ezzel a hozzáállással? Mi az, ami nekem kell változtatni, hogy megértsem az Isten üzenetét az én életemben? Mert minden helyzettel üzen az Isten. Vajon képes vagyok-e fölnézni rá, és azt mondani, hogy Uram, azt üzented, hogy? És ezt a mondatot neked kell befejezni. Igen, látni a szenvedő ember mindig megpróbálja a lelkünket. De ha megtalad rá azt a választ, amely a te válaszod, a saját életednek a válasza, akkor el fogod tudni fogadni azt, hogy az ember, vagy az a beteg gyermek ott fekszik azon az ágyon. Misi, átmegyünk most azért a betegért. A sürgősségi osztály ott van a túlsó épületben. Majd az endoszkópiára hozzátok ide a másik oldalra. Előre kell hajtani a fejét egészen a mellkashoz, jó? Nyelve felett el fogom vezetni, nem kell csinálni semmit, jó? Csak engedni. Lazítson. Menjünk előre? Jó. Itt van a fekély, igen. Ott van. A vérzés forrás az biztos, hogy ez. Van egy ilyen barnás, igen, feketés, és ez egy vérzés, aminek a tetején már van egy koagulum, szóval, hogy az most segít ilyen módon, hogy aktuálisan pont nem jön belőle folyamatosan a vér. Meg ott is, meg ott is, ott van, is egy... van, igen, többszörös. Hú, mi fog történni az idős bácsival? Hát mindenképp megfigyelés szükséges most neki. A következő menetrend az az lesz, hogy valószínűleg sebészetre kerül át, ott fogják a további obszerválását végezni. Van most egy betegem odalent, otthonából jött. Vissza van rendelve most kontrollra, őt fogjuk majd megnézni. Aha. Ez az első. Te pörögsz elég rendesen. Ez a Bece nem van a szélvészdoktornő. Tényleg? Igen. Azt mondják mindig, hogy az a legnagyobb kihívás, hogy utol tudnak-e érni. Mert... És mindig így mosolyogsz, még akkor is, mikor hullafáradt vagy? Igen. Misi, veszünk gumikesztyűt. Jó. Ezt el is vihetjük, ezt az egészet veled. Meg kell szereznünk egy vérnyomásmérőt. Jó reggelt, Andrea. 114-67. Csak akkor megmérném a vérnyomását, jó? 109/75. Most viszed föl gépre a dolgokat?
Vagy beutaló, vagy mi? Igen, beutaló első körben. Minden kórteremnek van orvosa is, meg nővére is. Két nővérrel dolgozom együtt a különböző kórtermeimben, és akkor mindegyik őknek elmondom, amit el kell. Új beteg, ez a mostani EKG, igen, amit... ez a mostani, ma reggel. Egyébként mit nézel, mert egy ritmusnak ugyanaz végig? Nézem a ritmusosságát, nézem, hogy honnan indul az ingerképzés, nézem az alapvonalat, az alapvonalhoz való viszonyát, a különböző szakaszot. Igen, nem ritmusos, ezt például te is látod. Igen? Igen. És hol? Ez nem ritmusos? Nem. Kapjon Klexánt a beteg, jó? Jó. Az antik görög világban Hippokratész lerakta a modern orvostudomány alapjait, és az orvosi esküszövegét is megfogalmazta. De hogyan gyógyítottak az Ószövetség korában, majd Jézus idejében? Erről is mesél nekem Vukics Adrien, régész muzeológus. Misi, most itt vagyunk az Aquincumi polgárváros egyik fürdőjében, méghozzá a nagyfürdőben. Volt kicsi is? Voltak kisebbek is, sőt magánfürdők is voltak, aki megtehette, de ez így a köznek volt, a népnek. És milyen volt a megítélése az orvosnak az ókori Rómában? Hát az ókori Rómában nagyon változó volt. Voltak jó és kevésbé jó orvosok. Ugye voltak, akik rabszolgák voltak, őket azért annyira nem becsülték meg, de ez nem jelentette azt, hogy nem volt tudásuk. Mármint rabszolga, orvos? Igen, ugyanúgy rabszolgák voltak nevelők és tanárok. Aha. Is. Tehát úgy orvosok is voltak rabszolgák, de voltak felszabadított rabszolgák is. Például Augustus császárt, amikor sikeresen kezelte egy orvos, utána felszabadította, és akkor belőle egy jó hírű orvos lett, aki még jó pénzt is kapott. Maradt fönt bármilyen lelet Pannonia területén az orvoslásról? Orvosokról tudunk, méghozzá sírkövekről. A sírköveken volt, hogy orvosábrázolás, orvosi eszközök ábrázolása is fent maradt. Itt tudunk egy katonaorvosról Pannoniából, és tudunk civil orvosról is. Katonaorvos? Igen. A katonaorvos a katonai táborokban látta el a betegeket, a hadsereg tagjait, hogyha betegek voltak. Ugye Izraelben, Jézus idején, Egyiptomban és Babilonban már egészen magas szinten volt az orvoslás, Izraelben nem. Viszont a rabbinikus zsidóság nagyon hitt abban, hogy a bűn és a betegség összefügg. Igen. És ezért inkább ilyen ördögűzést használtak, például, amit Jézus is használt, de Jézus kijelenti, hogy attól, mert valaki beteg, az nem azt jelenti, hogy bűnös. Például, amikor a vakot meggyógyítja, emlékszel a történetre, és akkor azt mondják, hogy megkérdezik, hogy ez melyik volt, a szülei voltak bűnösek, vagy ő, és mondta, hogy egyik sem. Igen. Hölgyeim, egy kis gyógy folyadék. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hát ezek még micsodák? Adrikám, mit hoztál, csillagom? Hát hoztam egy pár gyógynövényt, és ez egészen a Aquincumi Múzeum, tehát a régészeti parkból van. És akkor hoztam én nektek a rutát, ami talán nem tudom mennyire ismert. Ruta? Ruta. A Szentírás is írja, hogy tizedet is kellett belőle adni. És mert ez termesztett növény volt, és abból tizedet kellett beszolgáltatni, ki termesztette a rutát. Igen, ezt konkrétan szintén reumás fájdalmakra használták, a főzetét, aztán féreghajtásra is, meg hisztéria ellen is használták. És még van egy csodaszer, ez most egy fűszer formában látjátok, ez most úgy nevezik, hogy bűzaszat, csak Közel-Keletről van, és ezt mindenre használták. Már amikor ideültünk is. Nagyon lehetett érezni. Igen. Na, ez azt mondták, hogy jó sebek kezelésére, gyomorbajokra, kedélyjavítóra, tehát ezt körülbelül mindenre használták, és nagyon nagy kincsnek számított. Adri, bármi info maradt fönt, hogy Jézus korában gyógyíthattak-e női doktorok, orvosok, létezett, vagy kimondottan csak férfiak lehettek orvosok? Az orvostudománynak a úgymond forrása az ugye Görögországban gyökerezik. És azt lehet tudni, hogy természetesen szülésznők vagy bábák voltak, és ők átképezhették magukat esetleg a nőgyógyászat felé. Konkrétan ugye olyan orvosok, hogy tanult orvos
akik már képzett orvosok, a harmadik század előtt nem beszélhetünk, mert ilyen magániskolák léteztek, azért abban főleg férfiak tanulhattak egy már tapasztaltabb orvostól, úgymond, de úgy, hogy mint orvos képzés, az a harmadik századtól indul meg. Érzel különbséget ebben a szakmában férfi és nő között? Szoktam, de nem is ez a lényeg, hanem maga az a hála, hogy egyáltalán én lehettem. Ókorban nem lehetett egy nő orvos. Aztán az, hogy az orvosi egyetemet mondjuk nehezebb elvégezni nőként. Nehezebb mondjuk, egyébként? Azért nem tudom. Férfiak felé szerintem több az elfogadás, meg nyilván tényleg? Mindenki tudja, hogy a férfiakra szükség van. Másrésztről meg azt is nagyon fontosnak gondolom, hogy az orvos személyisége gyógyít, és van helye az orvoslásban nőknek, van helye az orvoslásban férfiaknak, és ez nem olyan, hogy vagy ez, vagy az, hanem hogy együtt vagyunk, és hogy én nem is tudok másként jelenni, mint nőként, mert hogy nem tudom, milyen lenne férfiként orvosnak lenni. Menj, utazunk vissza az időben. Régen is ilyenek voltak az orvosok, akik ilyen komolyan vették ezt a történetet, vagy emberélet nem volt fontos? Másképp tekintettek az emberéletre. Például, hogy a Görögországot nézzük, Hippokratészi eskü. Ugye benne vagy, meg kell menteni az emberéletét mindenképp. Még Rómában volt, hogyha valaki öngyilkos akart lenni, teljesen természetes volt, akkor segített a házi orvosa öngyilkosnak lenni. Tehát görög világban pont az volt, hogyha valaki öngyilkos akart lenni, akkor oda ment az orvosa és meggátolta, hogy öngyilkos legyen. Ma is jelen van az eutanázia. Ti hogy álltok ehhez? A Jóisten adta az életet, a Jóisten veszi el. Nekem, még ha nagyon sok szenvedést is látok, és sokszor őszintén azt kívánom, hogy ne szenvedjen tovább a beteg, akkor is azt gondolom, hogy nem azért vagyok ott, és ez bármilyen fajta ítélkezés, bírálkodás, döntés, ilyen módon nem az én feladatom. És annyi beteget láttam, amikinek még történt az utolsó óráiban olyan dolog, ami megváltoztatott helyzeteket, hogyha azt elvettük volna, akkor mindenki kevesebb lenne. Körmetés. Jó. Ollót kérem. Kivetettem. Jó. István, egy kórház lelkésznek mi a feladata? Alapvetően a kórházlelkész feladatát úgy ismerik az emberek, hogy bemegy a beteghez és feladja az utolsó kenetet. De ettől sokkal több. A kórházlelkész találkozik a beteggel a betegágyon és segítséget, vigasztalást nyújt. A Szentíráson olvasom, hogy a föltámadt Jézus találkozik az emmauszi tanítványokkal. Két olyan férfivel, akinek reménytelenné válik az élete. Akik azt tapasztalják, hogy amiben hittek, az oda. Annak vége van. Amikor az ember megbetegszik és bekerül a kórházba, ő hasonlót él át. Reménytelennek lehet a saját maga helyzetét. Mi lesz velem? Hová kerülök? Mi lesz az életemmel? És a történet szerint Jézus melléjük szegődik és beszélget velük. Kíséri őket. A kórházlelkész ugyanezt a szerepet vállalja föl, amit Jézus fölvállalt. Mellé állni a beteg mellé és kísérni ezt a beteget. Reményt adni azon az úton, amely a gyógyulás felé vezet. Hogy meglássa benne a kapaszkodókat, a saját megerősségeit is, és ne elbizonytalanuljon, ne a félelem hassát a szívét és a lelkét, hanem annak a lehetősége, hogy ő képes ezt a helyzetet megküzdeni, nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is, és kikerülni ebből a helyzetből úgy, hogy eljusson a gyógyulás állapotán. Nem túl nagy felelősség azt állítani a betegeknek, hogy te el tudod őket kísérni ezen az úton? Amikor 5 éves voltam, az édesapának volt egy balesete. És onnantól kezdve úgy nőttem fel 28 éves koromig, hogy egy beteg ember feküdt az ágyban, és mellette nőttünk föl. Láttam a beteg ember örömét, szomorúságát, bánatát, fájdalmait, nehézségét, az orvosi látogatásokat, és sose állt távol tőlem ez a helyzet. És az a megerősítés, hogy amikor én leülök valakivel beszélgetni egy kórházi ágyon, egy kórházi ágy mellett, akkor soha nem ketten beszélgetünk. Hanem amikor leülünk, akkor mi mindig hárman vagyunk. Mert Jézus maga mondta, a ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közepettük. A Jóisten ad hozzá erőt és kitartást, hogy minden élethelyzetben bátor legyek, és le tudjak ülni a beteg ember mellé, és tudjam őt támogatni ezen az úton. Volt olyan, hogy bátortalan voltál? Igen, volt.
amikor nem tudod, hogy mi a következő lépés, nem tudod, hogy merre fele forog ennek a beteg embernek az élete, és nem tudod, hogy amit vele beszélgettél, az jó-e az életéhez, vajon odaillő-e az, amit te mondasz, vajon jók-e azok a szavak, amelyeket kimondasz, és amelyek megfogalmazódnak. Ezért megtanultam azt, hogy néha nem kell beszélni a kórházlelkésznek, néha hallgatni kell. Nagyon nehéz élethelyzet volt egy kedves ismerősömnek a gyermeke került a kórházba, és amikor ő bekerült, behozták a gyereküket, akkor még a gyerekük beszélt, és néhány óra múlva intenzív osztályon volt. És fölmentem hozzájuk, és meglátogattam őket, persze a beteg gyermeket, és nem kellett beszélni. A jelenléttel a legtöbbet tudtam tenni azért, ami azokban a percekben, azokban az órákban lezajlott bennük és az ő gyermekükben. És ez csodás gyógyulás volt, vagy épp ellenkezőleg? Hát ez sajnos épp ellenkezőleg. Az élet hozza olyat is, amelyet el kell fogadnunk a Jóistentől, hogy nem mindig úgy alakul az ember élete, ahogyan azt mi eltervezzük és elgondoljuk. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ráhagyatkozásra éljük az életünket, hogy benne kell lenni annak is, hogy az ember eltávozik ebből a világból. Mindenki fél a haláltól, pedig nagyon jól tudjuk, hogy mindannyian az Istenhez megyünk. És az életünkben benne van, hogy szeretnénk ebben az földéletben, paradicsom boldogságban és nyugalomban és békességben élni. És olyan nehéz megtanulni, hogy elengedjük ezt a világot, és elmegyünk ebből a világból ahhoz az Istenhez, aki örökké szeret bennünket. És a bennünket szerető Istennel való találkozás az mindig egy mérföldkő az ember életében. Ahogyan mérföldkő a fiatal korában, amikor megtaláljuk a szerelmünket, amikor mérföldkő, hogy megszületik a gyermekünk, amikor mérföldkő az életünkben, hogy felnőnek a gyerekeink, és amikor mérföldkő lesz az életünkben, hogy olyan betegség ér az életünket, amely visszafordítottan. És akkor, ha nem roskadsz magadba, képes vagy indulni ezen az úton, akkor soha nem egyedül. A kórházlelkész azért jön, hogy segítsen ezen az úton, ezt az békességgel úgy végigjárni, hogy valóban az Istenhez legyen a megérkezés. A hited az mindig jelen van. Igen, szerintem meghatározza úgy a mindennapok során. Még ha nehéz is, vagy nehéz kapcsolódni, vagy ezt nem mondom, hogy mindig a legkönnyebb kapcsolódni a Jóistenhez, vagy mindenben mondjuk így jelen tudok úgy lenni, de hogy a cselekedeteimet vezeti, meg irányítja, abban biztos, hogy jelen van. A hit és a tudomány, akkor az, hogy ez így, hogy? A Jóisten sosem mondta azt, hogy mindent elintézek helyetted, te csak legyél. A Jóisten azt mondta, hogy tegyél meg mindent, hogy tanulj a legkeményebben, hogy dolgozz minden nap a legodafigyelőbben, és az összes pluszt, ami mondjuk nem az, amit így meg tudok csinálni, az összes olyan pluszt megadja ő hozzá. Volt már olyan, hogy haragudtál Istenre? Inkább nem értés szokott bennem lenni. Harag kevésbé, alapvetően nem szoktam haragudni. Dühösség van bennem sokszor, meg nem értés. Szoktad biztatni a betegeidet? A hitre, arra, hogy imádkozzanak? Bele szoktad így vinni a munkádba? Alapvetően biztos, hogy mindenhova viszem magammal a Jóistent, tehát, hogy nem tudom elválasztani magamtól. Azt is hiszem, hogy így a cselekedeteim, azok meg bármi megjelenésem a Jóisten által van vezérelve. A másik a meghatározó élményem, hogy a mentőzéseim során, hogyha halottnál voltunk, akkor kérdeztem a családot, hogy imádkozzunk-e közösen az elhunytért, vagy hogy szabad-e imádkozni. És még sose találkoztam olyan családdal, aki azt mondta volna, hogy nem. Volt már olyan, hogy abba akartad hagyni? Egy-egy olyan tragédia következett, vagy azt mondtad, hogy feladod, nem csináltad? Nem. Tehát azt, ami a munkám, meg a hivatásom, nem. Tehát azon sose gondolkoztam. Most is ezt választanám, minden nehézsége meg. Tehát nagyon-nagyon nehéz, ezt nem vitatom, de minden nehézség miatt. Történet az életedben, amit nagyon nehezen éltél meg. Volt ilyen tragédia itt a munkád során? Mindig van, vagy minden nap találkozok, de egy 90 éves embernek az elvesztése is tud nagyon tragikus lenni. Tehát olyan legeket nem szeretek kiemelni, mert mindig az aktuális. Tehát, hogy ott akkor amellett a beteg ágy mellett kell nekem ott lenni, és akár mekkora a baja, ha kicsi baja van, de abban van megijedve, ha nagy baja van, és abban van szüksége segítségre, akkor
akkor abban kell jelen lenni. Szóval a legekben nem tudok gondolkozni, vagy sosem gondolkoztam így. Tudod azt a pillanatot, mikor sziklaszirádon te lehorgonyoztál Isten mellett, vagy a hited mellett? Amikor a nagymamám elkezdett templomba vinni, vagy hogy együtt jártunk templomba, és amikor elvitt magával egy kiskoromtól kezdve, szerintem onnantól megvan. De az nyilván egy gyermeki hit volt, és aztán azért nagyon sokat változott így a felnőtt életem során a hitem, meg a hit életem, vagy az egésznek a megélése. Tehát a felnőtt hitemben a legjellemzőbb dolog az az, hogy azáltal éltem meg a hitemet, hogy mennyi rosszat éltem meg, és mennyi fájdalmat tapasztaltam. Pont az vezet a legjobban, hogy akkor is ott van a Jóisten, ha nem értjük, meg akkor is, ha dühös vagyok, és szabad dühösnek lenni, meg szabad nem érteni. Csak attól függetlenül még az a hitem, ami amúgy megvan, az megmarad ebben az állapotban is. És ez talán a legnagyobb különbség, hogy még gyermekként a jóban van jelen a Jóisten, felnőttként már a rosszban is meg kell tapasztalni, hogy ott is ott a Jóisten. De történt valami konkrétum felnőtt korodban? Már nem csak felnőtt koromban. A gyerekkorodban is. Igen. Azért az, amikor megtörtént a szívműtétem, az azért, vagy hát nem is amikor még a műtét volt, hanem már korábban, amikor diagnosztizálták így ezt a fejlődési rendellenességet, így tudnék talán fogalmazni, de ez mondjuk 13 évesen derült ki, akkor eltiltottak a sportolástól, korábban azért így viszonylag keményen sportoltam, és az egy nagyon nagy csapás volt, akkor azért az esendőségemet, meg a keménységemet azért úgy megéreztem, hogy el lehet veszíteni. Ez biztos, hogy az első ilyen nagy dolog volt. Aztán 17 évesen meghalt a bátyám. Azt hiszem, hogy a családunknak azért akárhogy is nem kell talán ecsetelni, hogy miért nagyon nagy dolog, és mondjuk 17 évesen középiskolásként ezt átélni, azért nagyon meghatározta így a továbbiakat. Aztán utána voltak nyilván kisebb dolgok is, de talán ez úgy önmagában elegendő. És aztán utána pedig a sok-sok olyan nehézség által, ami fájdalom, amit megél az ember bármilyen kapcsolatában, meg találkozásban, meg hivatásában, meg kudarcban, abban is ott van, és számtalanszor nagyon reménytelennek tűnik, és számtalanszor tűnt az orvosi életem is úgy, hogy így elveszett vagyok benne, és ez így nem lehet, és nincs hova kapaszkodni már. Aztán mindig van, és nagyon sok olyan helyzet van az életben, aki vagy hosszabb ideig tart, vagy rövidebbig, de hogy tényleg valahogy hát az ember megéri a fájdalmat, meg a veszteséget benne, de aztán utána azért alakul. Azért az ember úgy gondolkozik, hogy valami negatívumot kap, az miben erősít az ember hitét? Hát egyrészt könnyű észrevenni a negatívum mellett a pozitívumot is, hogyha kinyitjuk a szemünket. Alapvetően mindig azt érzem, hogy ahol megmutatja a Jóisten azt, hogy itt most fájdalom van, akkor utána történik valami más is, amiben meg lehet kapaszkodni. De ezt most itt mosolyogva elmondom, de nyilván nagyon fáj, meg a mai napig fájnak dolgok, amiket sosem fogok tudni igazán elfogadni, de hogy minden fájdalom mellett azt tudni tudom, tehát hogy kapaszkodni ebbe lehet, de az is egy érzés, hogy nagyon rossz, meg az is egy érzés, hogy muszáj előre menni. Meg az is egy érzés, hogy most nincs képességem előre menni, és az van, ami ma van. Tehát, hogy ezeknek helye van. Az egyetlen kérdés az, hogy van-e mibe kapaszkodni. És mondjuk én lehet, hogy nagyon gyenge vagyok, de nem tudnék hit nélkül. Most is abban reménykedem, hogy a Jóisten megsegít a nap hátra lévő részében. Pál apostol gondolata jár a fejembe. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hiába költünk tengernyi pénzt egészségtudatos étkezésre, életmódra, higiéniára, a fittségünk megőrzésére, a betegségek nem akarnak eltűnni. A Covid világjárvány alatt mindannyian megtanulhattuk, milyen törékeny is az ember.